Köszöntöm a Trió TV nézőit! Az év vége, az év eleje mindig a zárás és az előretekintés időszaka. Emiatt vagyunk most mi is vendégségben itt a Büki Gyógyfürdő ZRT-nél, de mégis kicsit házigazdaként én köszöntöm a vezérigazgató urat. Egy éve beszélgettünk, azután nem sokkal, hogy ide érkezett. Mit sikerült az elmúlt egy évben megtenni abból, amit tervezett? Ha visszatekintünk, akkor nagyon változatos, nagyon mozgalmas év volt a 2017-es. Gyakorlatilag tényleg pár nap, ilyen éppen egy éve kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy vezethessem ezt a céget. És most százalékos értékben nem tudom kifejezni azt, hogy mennyit sikerült abból megvalósítani, amit elterveztem. Nagyon sok dolggal szépen haladtunk, sok tervem az pedig nem ért még be, nem értünk még folyamatok végére. Amikor ide kerültem, akkor egy nagyon nehéz örökséget találtam, megvallom őszintén, és ez nem tabu téma, erről azért lehet beszélni. Nagyon meglátszott a cégen az a munkavállalók hangulatán, a munkaszervezésen, ugye az egész cég belső működésén az, hogy igazából, mintha évek óta nem lett volna vezetve, nem volt egy világos irány, hogy akkor mit és hogyan és ki csináljon. Ráadásul azzal is szembesülnöm kellett, hogy az elmúlt évtizedekből azért örököltem jó néhány olyan, hogy is mondjam, olyan évtizedes belső mechanizmust, amelyek nagyon sok dolgot befékeztek, vagy próbáltak fékezni, és ez rengeteg energiába került, míg ezeket a belső ellenállásokat lebontottam. Összességében, hogyha visszatekintünk, akkor örökségként indult egy beruházás is, aminek a felénél körülbelül tartott a dolog, és ez még mindig zajlik. Hogy áll most az a beruházás, amit akkor 1,5 milliárd forintra tervezett a fürdő, és kicsit át is kellett tervezni? Így van. Ez való igaz, hogy egy fél időnél tartó beruházási programot is kaptam indulásként, amelyet valóban teljesen egyértelmű és egyhangú tulajdonosi támogatás mellett átterveztünk. Ez az egyik olyan kérdés, amelyben azt tudom mondani, hogy sajnos nem tudtunk olyan gyorsan haladni, mint ahogy én azt szerettem volna, vagy ahogy én azt megszoktam, hogy én ezt terveztem. Éppen ezért eltolódott, elcsúszott pár dolog a jövő évre. Számomra nagyon érthetetlen, és hadd mondjam azt, hogy mai napig is nagyon szokatlan, hogy nagyon-nagyon lassan halad a tervező iroda, nagyon-nagyon lassan haladnak a kivitelezők, nagyon nehéz egyáltalán kivitelezőt találni itt a nyugati határszélen. És most például karácsony előtti napokban még mindig zajlik az új főbejáratnak az építése, holott az eredeti tervek szerint ennek szeptemberre kész kellett volna lenni, de egyszerűen nem találtunk kivitelezőt, aki elvállalta volna. Így hasonlóan jártunk, majdnem ugyanígy jártunk az áttervezésekkel is. Gyakorlatilag nagyon-nagyon lassan halad az a tervezői munka, amely a gyógyfürdő, fedett fürdő, öltözők, pihenőterek, vagy akár csak az ötös medence áttervezését, felújítását érinti. Gyakorlatilag ezeket a beruházásokat már én úgy terveztem, hogy csinálni kellene. Tehát már a vége felé kellene járnunk. Ehhez képest még el sem tudtuk kezdeni, mert nincsenek készen a tervek. Egyelőre bele sem merek gondolni, hogy mikor és hogyan fogjuk tudni elkezdeni a fedett fürdőnek az átépítését. Én azt gondolom, hogy ezeket nyilván nekem meg kell szoknom, hogy ez errefelé így működik. Másrészt viszont abban biztos vagyok, hogy a legjobb minőségben és a legmagasabb szolgáltatási színvonalhoz nagyon jó alapot adó módon fogjuk ezeket megépíteni, csak sajnos picit lassabban megy, mint ahogy én ezt gondoltam. Mik épültek meg az elmúlt időszakban? Ezzel kapcsolatban volt egy sajtótájékoztató is még a nyári szezon kezdete előtt, mivel bővült az elmúlt időszakban a fürdő? Szerintem jól fogta meg a fürdő az elmúlt években, elmúlt egy-két évben azt az irányt, amivel a családos vonalat kint a szabadtéri strand területen fejlesztették.
akár a vizes játszótérről, ha beszélek, akár pedig az Acapulco medencéről, mint medence együttesről, mint szolgáltatásról. Szerintem az egy jól hiányzó, jól eltalált egy hiányzó létesítmény. Azt arról megvan a saját egyéni véleményem, hogy az miért a kerítésre, illetve a víztározóra néz az a medence, és a strandterület részéről gyakorlatilag semmi nem látszik belőle, csak a gépház. Ez legyen azoknak a lelkiismeretére bízva, akik ezt így tájolták. Elkészült az élményzónában a szívalakú medence. Hát annak is küzdelmes volt a vége, míg a tavaly ősszel télelején félbehagyott beruházást be tudtuk fejeztetni a kivitelezővel. Itt azért nagyon erősen ott kellett állni a kivitelező sarkában, hogy valóban az épüljön meg, és úgy épüljön meg, ahogy azt mi szerettünk volna. És aztán nyárra elkészült a cápa barlang, amely egy korábban kihasználatlan és szerintem teljesen rosszul pozícionált, teljesen rosszul kitalált, elvileg gyermek pancsolónak a helyén épült. Azt gondolom, hogy egy ingergazdag, élménygazdag kis kuckó jött létre ott az élményfürdő sarkában vagy zsebében, és nagyon szép látogató számokat hozott az élményfürdőnek. Nagyon, nagyon jó fogadtatása volt a gyerekek körében, és hát végül beváltottuk azt az ígéretünket is, ami a többi kioldások felé tettünk, meghívtuk őket egy fürdőzésre, és családtagokkal együtt tudtak eljönni egy szeptemberi délutánon, ha jól emlékszem. Nagyon tetszett nekik, azt én is tudom mondani, hogy én is itt voltam. Maradva a vendégeknél, milyen volt az idei tavasz, illetve a nyár, valamint már őszi számok is vannak, ha kicsit esetleg összehasonlítjuk az elmúlt évekkel, hiszen mégis egy viszonyszámként könnyebb kezelni, hogy mennyien voltak a fürdőn? A Bükki gyógyfürdőnél mindig érdekes kérdés, hogy hány vendég is az a vendég. Ahogyan azt a számítási módszertant veszem alapul, mint amivel az elmúlt években dolgozott a fürdő, akkor azt mondhatjuk, hogy és ha már szabad, akkor inkább évvégi várható számokat tudok mondani, hogy a tavaly 890 ezerrel szemben 900 ezer fölött leszünk, hogy mennyivel azt most nem tudom megmondani, de pár ezerrel várhatóan 900 ezer fölött leszünk, még van két hét az évből. És de hát ilyenkor nagyon óriási csodák nem történnek a fürdőszakmában. És azt gondolom, hogy ez nagyjából a terveinknek is megfelel, és a piaci folyamatoknak is megfelel. Amire nagyon büszke vagyok, és aminek nagyon örülök, az, hogy a marketinget ugye elkezdtük rendbe tenni, illetve elkezdtünk marketinget csinálni. És a korábbi másfél fővel próbálkozó marketing csapat az most 5 fővel működik a fürdőben. És a fürdőnél azt gondolom, hogy önmagáért beszél az, hogy egy külön munkatársunk dolgozik Bécsben, az osztrák piacra. És ennek a tevékenységnek, ennek a döntésnek meg is volt már a látható eredménye, hiszen 42 ezer fővel tudtuk növelni az osztrák vendégek számát a tavalyi évhez képest. A bevételeink is szépen alakulnak. Azt gondolom, hogy az év végére nagyjából várható olyan 80 és 100 millió forint közötti bevétel többlet lesz a fürdőnél. Ezeket nyilván beruházásokra, béremelésre, a tavalyinál több marketing kiadásra fordítottuk. És ha már a bérre rátértem az előbb, ugye nem csak a forgalom és a bevételek fontosak egy fürdőnél, hanem az is, hogy kik azok a kollégák, akik fogadják a vendégeket. És hát ebből a szempontból is nagyon mozgalmas évünk volt itt a fürdőnél. Igen, sok változás volt a humán erőforrásban is, és a bővülés is. Azt is elmondtuk, hogy szó volt az előbb, hogy nyereséges volt a fürdő. Mire fogja ezt a fürdő fordítani a jövő évben? A legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen is beszélt azért igazgató úr erről, hogy mik lesznek a jövő évi tervek, beruházások? 2018-ban biztosan szükség lesz a 17-es nyereségünkre.
el kell kezdeni visszafizetni nagyobb volumenben azokat a beruházási hiteleket, amelyekből 2016-ban és 2017-ben az eddig megvalósult beruházási elemek megvalósultak. Ezeket miután lezártuk, a bank lezárta ugye azoknak a finanszírozását, és elkezdődik a törlesztési folyamat. Azért ez egy jelentős tétel lesz. Nagyon fontos, hogy az előttünk álló beruházásokra képezzünk az eddigieknél tervezett tartaléknál magasabb összegű tartalékot, hiszen azt látjuk, hogy nagyon-nagyon elszálltak a kivitelezési, építőipari kivitelezési árak, és nagyon sok aggodalom tölt el minket amiatt is, hogy beleférünk-e az eredetileg tervezett keretekbe. És van még egy tétel, ami azt gondolom, hogy mindenképpen említést érdemel, hiszen a Büki gyógyfürdőző ERT mindennapjait alapvetően befolyásolja, az pedig a munkatársainknak a minősége és mennyisége. Ha ezt a személyekhez közelebb szeretném vinni, akkor azt mondom, hogy a hangulata, hozzáállása és a nyilván a létszáma a kollégáknak egy nagyon fontos kérdés. Amikor idejöttem évelején, azt láttam, hogy, és áttekintettem a céget, akkor azt láttam, hogy nagyon sok fölösleges pozíció van. Nem tudták megindokolni a kollégák, nem láttam át a szervezeti struktúrában, hogy miért vannak olyan mondva csináltnak tűnő középvezetői pozíciók, illetve egyes részlegeken földuzasztott létszámok, ahol sétálgó, kóvályogó embereket üres középvezetői pozíciókat jó megfizetve találtam. Ezeket nem voltak könnyű döntések, de le kellett építenem ezeket a középvezetői szinteket, tehát most sokkal kevesebb középvezetővel, körülbelül fel annyi középvezetővel dolgozom, mint eddig. Másrészt pedig azért voltak olyan erők a múltból, akik erősen rásegítettek arra, hogy hangulatkeltésben a kollégákat ijeszgessék, riogassák, különböző rém elméletekkel űzzék őket a bizonytalanság határára. Ezért volt jó néhány olyan kollégánk is, aki távozott a cégtől, vagy Ausztriába ment, nagyon sokan családi okok miatt, nagyon sokan nyugdíjba távoztak, és nem minden esetben töltöttük fel azokat a pozíciókat, hiszen egyszerűen nem volt szükség annyi kollégára általában az adott munkakörökben, és ezért viszonylag sok az új belépő kollégák, akik 2017-ben érkeztek hozzánk. Most ezekből a folyamatokból úgy összességében adódott az, hogy a bér gazdálkodásban megtakarításokat tudtunk elérni, még úgy is, hogy 2017-ben kezdtünk egy 10%-os béremeléssel, ami azért itt a korábban ennél a cégnél azért abszolút nem volt szokás ekkora mértékű béremelést adni. Ezt még nyáron a fizikai dolgozóknál megfejeltük plusz 3%-kal, tehát ők azért egy jobb bérbeállással zárják ezt az évet, mint a tavalyit. Nagyon büszke vagyok arra, és a csapatunkra, a teljes kollektívára nagyon büszke vagyok, hogy ki tudtuk gazdálkodni évközben egy 3 heti jutalmat, illetve éppen a mai nap kerül átutalásra egy karácsony előtti jutalom, ami további 5 heti bértömegnek megfelelő jutalom. Azt gondolom, hogy ilyen szintű többletbér kiáramlás ennél a cégnél még sosem volt, de így is fogjuk tudni tartani a tervszámainkat. Ezeket a számokat, illetve kifizetéseket előzetesen az igazgatósággal engedélyeztettük, tehát részükről is rendben van ez. De nagyon fontos, hogy a kollégáink érezzék az anyagi megbecsülést is, és emellett a vállalati kultúrában is azt gondolom, hogy lépünk előre, hiszen én magam is nagyon sokat vagyok a kollégák között, voltak úgynevezett kiscsoportos reggelik, ahol egy-egy részleggel, gyógyászattal, műszakkal, pénztáros kollégákkal leültem reggel, közösen teáztunk, átbeszéltük a legfontosabb dolgokat, ilyenkor lehet kérdezni, javaslatokat tenni, észrevételeket tenni, és jó pár dolog beépült egyébként időközben már a cég működésében ezekből a javaslatokból. Kedvezőbb lesz, rugalmasabb lesz a kafetéria rendszer, mint ahogy eddig volt. 2018-ra nézve nagyon fontos,
és szeretném kiemelni, hogy a kormányzat által előírt garantált bérminimum és minimálbér emelésen fölül, ezen jóval-jóval túlhaladva, egy nagyon nagy léptékű béremelést tudunk adni a kollégáknak. A szellemi munkakörök elég jól meg vannak fizetve a Bükki gyógyfürdőnél, itt megállunk egy átlagos 5%-nál, de azt veszük figyelembe, hogy az infláció az gyakorlatilag megszűnőben van az országban, akkor ez gyakorlatilag 5%-os reálbér növekedést jelent átlagban. A vezetők tekintetében ez sokkal kevesebb, hiszen szeretném zárni a különbséget a legmagasabb és a legalacsonyabb bérek között. Ezt úgy is tudjuk elérni, hogy nem csak a magas béreket nem emeljük nagyon, hanem az alacsony béreket nagy mértékben emeljük. Ez azt jelenti a számok nyelvén, hogy január 1-től a fizikai állományunknak a bére átlagban 17,4%-kal emelkedik. Ami adott esetben egyes munkakörökben 25-30%-os béremelést is jelent, mert azt gondolom, hogy nem lehet 130-140 ezer forintos fizetésekért napi 12 órában foglalkoztatni embereket úgy, hogy elvárjam azt, hogy nyugodt, jó hangulatú legyen, és ne kelljen az anyagiak miatt, a család anyagi problémai, pénzügyi kérdései miatt egy munkaközben aggódnia, hanem érezzen egy stabil, nyugodt hátteret maga mögött. Így összességében elmondhatjuk, hogy 2017-ben a Bükki Gyógyfürdő ZRT-nél 14, illetve 14,5 havi bérkiáram, vagy bért tudtunk fizetni a kollégáknak, és 2018-ra pedig egy sokkal magasabb bérbeállással fogunk menni, és bízom benne, hogy ez kellően attraktív lesz ahhoz, hogy az új munkaerők toborzásánál könnyebb dolgunk legyen, mint eddig. 2018-ra már akkor teljesen kialakul a szervezeti rendszer, és teljesen kialakult az, hogy ki az, aki itt dolgozik, természetesen a normál fluktuációt figyelembe véve, ugye? Nagyjából ezt mondhatjuk, bár tegnap az évzáró dolgozói vacsoránkon elmondtam, hogy még érzek fékeket a rendszerben, még kell finom hangolni dolgokat, ezt nyilván meg fogjuk tenni. Én azt gondolom, hogy egy másfél év kell egy váltástól számítva arra, hogy szépen beálljon a rendszer, de egyébként alapvetően a csapatok nagyon szépen összeálltak. Én azt gondolom, hogy aki nem akar velünk dolgozni, őket elengedjük, tényleg menjenek, mert ahhoz, hogy a hangulatot rontsák, meg szabotáljanak itt dolgokat, arra tényleg semmi szükség nincsen. Nyugodtan menjenek el máshova, és nem kell, hogy nem kötelező itt dolgozni. Aki viszont azt mondja, hogy ő lojális a céghez és itt marad, őket egyrészt a szolgálati idő, másrészt a teljesítmény függvényében igenis ismerjük el anyagilag, és erősítjük azt a kötődést, ami a cég felé megvan. És ez nem csak bérben, nem csak pénzben, hanem ahogy említettem, vállalati kultúrában, rendezvényekben, apró gesztusokban, képzésekben is meg tud valósulni, és egyre inkább látjuk azt, és most már a kollégák is kezdik azt megérteni, és kezdik, hát eddig is értették, csak nem nagyon akarták elhinni, hogyha vezérigazgatót mosolyogni látják, az amögött nem kell semmi gonosz szándékot látni, hanem egyszerűen csak én is sugárzok egy olyan jó kedvet, egy olyan pozitív hangulatot, amit szeretném, hogyha rájuk is átragadna, és ha a munkatársaink így tudják fogadni a vendéget, akkor az a vendégekre is átragad. Sokat változott a külső és belső kommunikáció, ezt láttuk és tapasztaltuk is. Milyen eredménye van ennek a marketing tevékenységben? Az előbb már szó volt arról, hogy az osztrák vendégek száma növekedett. Milyen összetétellel érkeztek ide a vendégek? Honnan érkeztek a legtöbbek? Milyen arányban voltak a magyarok és cseh vendégek? A küldőterületek szerinti vendégforgalmunk, illetve összetételünk, az itt az osztrák vendégek viszonylatában változott a legnagyobbat. Ahogy látjuk, ők leginkább a magyar belföldi vendégek rovására érkeztek többen, de ezzel semmi baj nincsen, hiszen az egész magyar turisztikai szektornak, az egész magyar turizmusnak az a deklarált célja, hogy külföldről a külföldi beutazó turizmust erősítse. Azt mondom, ebben nagyon szépen teljesítettünk az idén.
A kor szerint összetételnek nem igazán változott. Azt gondolom, hogy amíg a fürdőnek az új irányait nem találjuk meg, és nem valósulnak meg azok a fejlesztések, amivel adott esetben tudunk módosítani, egy picit tudunk finomítani ezen a kor összetételen, addig ez nem is fog változni, ilyet teljesen fölösleges várni is bárkinek, és ez, ilyen változások pedig nem egy év alatt zajlanak, hanem ilyen 3-5 éves távlatban lehet ilyenekről beszélni. Hát abban nagy változás nem történt. Nagyon igaz az a mondás, hogy a vendég körünk mienségét, azt, és szándékosan nem a minőség szót használtam, mert azt inkább használjuk termékekre, árukra, tárgyakra. Tehát a vendégkörünk mienségét azt az első szűrőként a belépőjegy árakkal tudjuk meghatározni. Hogyha egy alacsony küszöböt teszünk, amit sokan át tudnak lépni, akkor adott esetben ne panaszkodjon senki, hogy egyes vendégek nem úgy viselkednek, nem úgy fogyasztanak, nem olyan kultúrával érkeznek, mint ahogy azt adott esetben bérlők, szolgáltatók, vendéglátósok, szállodások itt Bükkfürdőn ezt elvárnák. Hiszek abban, hogy minőségi szolgáltatásokat kell nyújtani, annak viszont meg kell kérni az árát. Azok a fejlesztések, amire egyrészt készülünk, amivel folyamatban vagyunk, és amelyeket meg már le is zártunk, azok mind abban az irányban mutatnak, hogy magasabb áron értékesíthető szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Éppen ezért nem riadtunk vissza egy áremeléstől sem, hiszen 2017. január 1-től megtettünk egy nagyságrendileg 8%-os áremelést, és ez, ennek semmilyen forgalom visszavető hatása nem volt. Ugye ez is nagyon érdekes jelenség itt a nyugati határszélen. Másrészt pedig azt láttuk, hogy ezzel tovább kell mennünk, és januártól ismét lesz egy áremelés, ezt már a partnereink felé kommunikáltuk is, és elérhetőek a honlapunkon az új áraink. Ez nagyjából mekkora áremelést jelent, vagy szegmentált az áremelést? Alapvetően úgy szoktuk mondani, hogy a gyógy- és strandfürdő belépő az az alapbelépő. Uh-huh. Ez eddig 2800 volt, most ez 3000 forint lesz, tehát még a 10%-ot sem éri el az emelést, gyakorlatilag egy 200 forintot tettünk rá, és minden más árunk ebből kvázi származtatott jegy, különböző kedvezményekkel, gyermekjegy, családi jegy, délutáni jegy, stb. Különböző zóna jegyek. Ott nyilván ez az emelés, ez kisebb. Változik a nyitvatartás esetleg, vagy a szolgáltatásoknak az igénybevehetősége? Igen, változik ez is, mert azt láttuk, hogy például az élményfürdőben este 6 óra után több kollega van, mint vendég. Ezt szó szerint kell érteni. Tehát van úgy, hogy este 7 vagy 8 óra körül, mondjuk ilyen 6, 7, 3, 4 fő, tehát ezt naponta írják a kollégáim. Ennyi vendég van az élményfürdőben. Én azt gondolom, hogy ezt azért nehéz tömeges igénynek tekinteni. Persze minden nyitvatartás, változtatás az hullámokat ver, és már hallom előre, hogy hú, hát tönkre fogjuk tenni Bükkfürdő turizmusát, és hogy de hát a vendégek este 8-ig akarnak benn maradni, és Bezzegsárváron nem tudom meddig, éjszakában nyúlón lehet ott lenni. Azért, ha szembenézünk a realitásokkal, nincs olyan vendég, aki reggel 9-től este 6-ig itt van a fürdőben. És azt gondolom, hogy azok az adatelemzések, forgalomelemzések, ami alapján ezt a döntést meghoztuk, abszolút alátámasztják, hogy teljesen fölösleges nyitva lenni az élményfürdőnek az esti órákban. És egyszerűsíteni szeretnénk a vendégek számára az átláthatóság szempontjából is nyitva tartásunkat, ezért a gyógy- és strandfürdő és az élményfürdő egyszerre nyit és egyszerre zár. A szaunánál nem lesz változás. Azt látjuk, hogy ez így jó, ez így működik, ezt így szeretik a vendégek. Folyamatosan bővül a szaunának a forgalma, és itt pedig a szauna felöntéseknek az árán fogunk egy picit emelni, mert gyakorlatilag nem férnek már be a vendégek, és gyakorlatilag nyugodtan kérhetünk egy picit magasabb összeget érte. Azt gondolom, hogy nemzetközi mércével is mérve nagyon jó szolgáltatásokat, nagyon jó minőségű szolgáltatásokat nyújtunk a szauna világban. Az szó volt, hogy jó minőségű szolgáltatásokat nyújt a fürdő, nem csak a szauna világban, hanem az egész fürdő területén, és ezt több szervezet, több szakmai díj is jelzi.
milyen és hány díjat kapott a fürdő, hiszen összeszedni is nehéz volt. De inkább úgy kérdezem meg, hogy ez szándékos, hogy ilyen irányba is lépett a fürdő, hogy ezek felé a díjak felé nyitott? Egyes díjaknál nagyon tudatosan léptünk, más díjaknál jött a telefon, hogy megnyertük ezt vagy azt, vagy amaszt a díjat, vagy elismerést. A két legfontosabb, amit szeretnék kiemelni a felsorolás elejére, az egy európai szintű és egy magyar nemzeti szintű elismerés. Csodálkozva láttam, hogy ez a fürdő nem nagyon vitézkedett az utóbbi években minősítésekben, tanúsításokkal, mint a féltek volna attól, hogy megméressék magukat akár nemzetközi, akár magyar tanúsítórendszerek kapcsán, holott ennek a fürdőnek aztán tényleg semmi szégyellnivalója nincsen, nagyon büszkén oda lehet állni. Csak hát ez mind meló, ez mind nagyon-nagyon sok munka, papírmunka, átgondolás és szervezést igényel. Hát ha valaki már csinált végig ISO minősítést, akkor azt tudja, hogy az mivel jár. Hasonló volt az Európai Fürdőszövetség által fémjelzett Europe Spa Med, tehát európai gyógyfürdő minősítésünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő a fürdő életében, hiszen eddig Magyarországon egyetlen egy fürdő bírt ezzel a minősítéssel, az is itt van a közelünkben. De most már mi is ebben vagyunk, mert másik három fürdővel együtt ebben a körben megkaptuk ezt a minősítést, és ez nagyon fontos, mert Ausztriában, Németországban, de főleg Németországban, ahol maga ez a védjegy is a rendszer központját tudja, nagyon fontos hitelességi mutató az, hogy meg tudjuk mondani, persze nagyon szép, hogy 34 medencénk van, nagyon szép, hogy ekkora parkunk van, de azért a minőséget azt tanúsítani kell, láthatóvá is kell tenni, és hitelessé kell tenni. Az nem elég, ha mi oda megyünk szép csillogó, villogó prospektusokkal, hogy látjátok, milyen szép parkunk van, milyen szép medencéink vannak. Látni kell azt is, hogy az üzemeltetésben, a fejlesztésben, az innovációban hogy áll ez a csapat. És hát jól vizsgáztunk. Az nagyon, nagyon kemény menet volt. És a másik ilyen menet az pedig akkor volt, amikor a nyáron a strandfürdőnél kértük a Magyar Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszernek a vizsgálatát. Itt korábban 4 csillagig lehetett elvenni, ezt bírta is a fürdő még egy régi tanúsítás alapján. De most az 5 csillagos rendszer az már évek óta fut, és a Magyar Fürdőszövetségben mindig megkérdezték az előző vezetőket, meg ugye most az idén már engem is, de hát fürdő miért nem értem, kéri a minősítést, és hát gyorsan kértük is évelején, augusztus körül jutottak ide, akkor ért ide a minősítő szakbizottság, és büszkén mondhatom, hogy a Büki gyógyfürdő strandfürdő kategóriában az elérhető legmagasabb 5 csillagos minősítést kapta. Ezt is el kell mondanom, hogy ez nem az én érdemem. Én maximum azt a küszöböt léptettem át, hogy ugyan kérjük már meg, és ugorjunk neki ennek a megmérettetésnek, hanem ez az elmúlt 55 év és a jelenlegi kollektívának az közös érdeme, hiszen itt ebben az 5 csillagban látszanak mindazok a hagyományok, mindazok az nagyon jó örökségek, amire nagyon sokat lehet még építeni. És ha már az építkezés, akkor lépjünk 2018-ra. Felsorolásszerűen a vendégeknek mik azok, amikkel készül a fürdő 2018-ra, mik azok a elindítandó vagy folyamatban lévő fejlesztések, amiket valamilyen szinten már tapasztalhatnak 2018-ban a vendégek? 2018-ban sok helyen nem, de egy-egy létesítményrészt érintően viszont nagyon nagy volumenű beruházásokban lesz részünk. Mindjárt az év elején fogunk kezdeni az 5-ös medencének a felújításával. Ez a ugye régen 5-ös medence, most már Szent Kelemen medence néven fut. Gyakorlatilag ez az ikonikus medencéje a fürdőnek. Ez vadonatúj burkolatokat fog kapni, az ülőpad rendszerét és a víz dinamikát fogjuk jobbá tenni. Több vízbetáplálási pontja lesz ennek a medencének.
Ugye a kivételi tervek alapján nagyjából az a stílus és az a minőség fog visszajönni, ami a főbejárati részen a BBR-et szauna világ területein tapasztalható. Ugyanaz a belső építész dolgozik ezen a medencét, őt kértük föl. Nagyon szép színvilággal, nagyon jó minőségű anyagokkal fogjuk ezt megépíteni. Az ajánlatok már befutottak, de még nem bontottuk föl őket, tehát nem tudom megmondani, hogy mikor és mennyiért fogjuk tudni ezt megépíteni, mert tegnap futottak be az ajánlatok, és azt gondolom, ez egy nagyon fontos lépés lesz, és amikor ez elkészül, akkor várhatóan utána fogunk tudni majd nekiállni, ott még ajánlatokat kell kérni, az egy nagyon bonyolult és idegtépő időszak lesz. Akkor fogjuk a fedett fürdőt szétbontani. Ez egy nagyon-nagyon nagy szabású építkezés lesz. Ekkor fog megszűnni az A-bejárat, helyére egy gyönyörű szép új pihenő fog kerülni, egy új kis kávézóval, ekkor fognak megújulni az öltözők, ekkor állunk majd át a csipórás öltözőszekrényekre, amelyek koedukáltak lesznek, tehát nem kell papa-mama irányba szétválni a jegyvásárlás után a vendégeinknek, és ekkor fog megújulni a nagy négy bordás tetővel rendelkező fedettfürdő, teljesen új burkolatot fog kapni, új világítást fog kapni, rengeteg új fogassal, pakoló, rekesszel, új zuhanyzókkal, teljesen új hangulattal fogjuk várni a vendégeinket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lépés lesz. Alapvetően ez a két nagy elég ez egyébként egy évre, főleg úgy, hogy azért ezeket a beruházásokat, főleg a fedett fürdő A-bejárat környékén tervezett beruházásokat, ezt azért túl kell élni. Biztos, hogy lesz nyöszörgése miatt, de megpróbáljuk a lehető legoptimálisabban irányítani a vendégforgalmat, hogy lehető legkisebb sérelmek fakadjanak ebből. Nem fog bezárni a fürdő rövid időre sem amiatt, mert felújítások lesznek és beruházások. Teljesen nem zár be a fürdő, nem. Köszönöm szépen. Sok mindenről beszéltünk. Remélem 2018-ban folytatni fogjuk, amikor már akár egy átadón, akár csak hogyha újabb beruházások lesznek, akkor részletekről is tudunk beszélni. Köszönöm szépen. Én köszönöm az egész éves megtisztelő figyelmet, akár a Trio TV részéről a segítséget, akár pedig a Büki és a Répcementi településeken élő polgároknak a figyelmét. Jól esett, és éreztük azt a tényleg megnövekedett érdeklődést és viszonzott nyitottságot a fürdő iránt, amit nagyon tudatosan kezdeményeztünk. Tényleg jól esik, és számítunk a környékbeliek és a kiemelten a bükiek további támogatására is, hiszen ez a fürdő, ez még mindig igaz, hogy papíron csak majdnem fele részben, de azért fizikailag ez mégiscsak Bükön van, és ide tartozik, és ide is fog mindig tartozni. Én azt gondolom, hogy a jövőben is csak így együtt leszünk sikeresek. Én ehhez kívánok minden kedves televízió nézőnek, a Trio TV stábjának és a fürdő minden dolgozójának is áldott ünnemeket, és a jövő évre pedig jó egészséget és sok sikert. Köszönjük viszont!